Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Hírodónk után magazinműsorunkat láthatják. Az elmúlt héten avatták fel a Kislődi Kalandparkban Európa második megazipline pályáját. Most erről láthatnak egy összeállítást. Balázs, egy újabb nevezetes naphoz érkezett a Sobrióska Kalandpark, megnyílt egy újabb kötélpálya, számomra kimondhatatlan a neve. Mit kell tudnunk róla? Igen, ez a Bakony megazipline egy óriás átcsúszó pálya. Teljesen el kell vonatkoztatni az eddig megismert drótkötélpályáktól, ugyanis itt egy 1 kilométeres pálya hosszán rendelkezésre. A két pontot 120 méter szintkülönbség választja el, és 80 km per órás sebességgel lehet száguldani ezen a pályán fekvőhelyzetben madármódjára, tehát repülési élményt kap a vendég, amikor itt lecsúszik. Te kipróbáltad már? Igen, én nekem már volt szerencsém kipróbálni, egyébként is szeretem az ilyen adrenalin növelő játékokat, mondhatom, hogy zseniális. Mennyi tervező munka, mennyi költség, mennyi álmatlan éjszaka előzte meg azt, hogy létrejött ez a produkció? Az álmatlan éjszakák előtt voltak álmodós éjszakáink, amikor megálmodtuk, hogy egy ilyenre mindenképpen szükségünk lenne, és amikor megszületett az ötlet, akkor összeült, fogalmazunk úgy a menedzsment, és kitaláltuk, hogy ennek mindenképp meg kell valósulnia. Körbenéztünk, hogy ilyen pályák hol találhatók európai viszonylatban. Gyakorlatilag ez a megazipline rendszer, amit mi is alkalmazunk, egyetlen egy találat Európában, ez Németországban van, és másodikként tudtuk megnyitni ezt a pályát. Fogalmazhatok úgy, hogy úttörői voltunk az ilyen pálya kivitelezésnek Magyarországon, és ebből adódóan sok mindent ki kellett találnunk, hogy hogyan kell megcsinálni. Egy nagyon komoly statikai tervezés, nagyon komoly kivitelezési munka előzte meg, és hát mára, hál' Istennek, időbe sikerült elkészülnünk. Lesz még itt egy-két meglepetés, néhányat, ha megemlítenél ezek közül. Mai nap folyamán egyrészt bemutatjuk szuperhősünket, aki elsőként át is fog száguldani a pályán. Természetesen aztán Pintér Tibor művész úr, a Sziget Színház és Magyar Nemzeti Lovas Színháznak az igazgatója is kipróbálja a pályát. Lesz egy kis zenei produkció, és természetesen ti is ki fogjátok tudni a pályát a mai nap. Hogyan tovább? Még el sem kezdődött a nyár, itt már ti olyan lendülettel nyitottatok, amit nehéz utolérni. Várható még, hogy hasonló kaliberű beruházás ebben az évben lesz, vagy minden évre tartogattok egy-egy akkora meglepetést, mint Szergej Bukka magasugrásban? Igen, nagyon jó a kérdés. Úgy gondoltuk, hogy ezt a pályát át kell adjuk még szezon előtt, hogy szezonra már betkerüljünk a köztudatba, és tényleg az aktív kikapcsolódás szerelmesei megérkezhessenek hozzánk, de nem lőttük el még az idei évre se a puskaporunkat. Nyár folyamán valamikor még a toronyhoz kapcsolódóan egy plusz ejtőgép is kivitelezésre kerül, ahol meg gyakorlatilag a szabadesés élményét tudják majd a vendégek kipróbálni, le kell majd ugrani a toronyból, és a gép letesz szép óvatosan a földre. Úgy látom, a hely mellett az ötletekben sincs hiány. Igen, folyamatosan ötletelünk, és sokszor egy kicsit vadnak tűnő ötletek is eszünkbe jutnak, de ezekből az ötletekből azért elég sokat sikerült már eddig is kiviteleznünk. Úgy gondoljuk, hogy a folyamatos fejlődésnek elengedhetetlen feltétele az, hogy évről évre megújuljunk. A már meglévő törzsközönségünknek valami újat, valami meglepőt biztosítsunk minden évben, és hál' Isten, el is mondhatom, hogy már egy elég jó törzsgárda, egy törzsvendégkör kialakult nálunk, és ehhez szeretnénk még az eddig nálunk nem lévő vendégekből csalogatni jó néhányat, és természetesen a külföldi piacokat is megcélozni.